deep in the ocean, dead and cast away. Her innocence is burned in flames. A million miles from home, I'm walking ahead. I'm frozen to the bones. I am a soldier on my own. I don't know the way. I'm riding up the heights of shame. I'm waiting for the call, the hand on the chest. I'm ready for the fight and fate. Hello, hello, sziasztok! Na, jön a következő dueles szösszenet. Hát, gyakoroltam azóta a Nobuval, nem tudom, hogy jobb lettem-e, vagy meglátjuk. Nyilván most a meccsek kimenete az ellenfélfüggő is. Hát igen, vannak olyan fegyverei a Nobunak, amit még nem nagyon sajátítottam el. Például ugye ő az egyetlen hős, akinek a lightját le lehet fénytelni Hidden Stance-ba. Ez elég erős fegyver, mert ugye egyébként kurva könnyű perrizni a lightjait. Viszont ha olyan Nobuval találkozol, aki folyton lefényteli a lightjait Hidden Stance-be, és ezért kapsz egy punishot, mert megpróbáltad leperrizni, akkor nyilván el fog menni egy kicsit a kedved attól, hogy perrizgesd a lightokat, tehát félni fogsz attól, hogy mikor fogja lefénytelni. Szóval ez egy nagyon erős tool, ezt mindenképp érdemes lenne kigyakorolni. Hát majd meglátjuk. A másik meg ugye a Hidden Stance, amit szintúgy nem sikerült még normális szinten elsajátítanom, mert ahhoz rengeteg idő kell, mire megszokom. Most egyelőre én már annak is örülök, hogy nem állok folyton Hiddenbe, mert ugye én eddig Assassin karaktereket használtam, és folyamatosan nyomkodtam a kart. A gárdot folyamatosan változtattam, egyrészt, hogy aktív legyen, másrészt valahogy így jobban le tudtam követni a támadásokat. Viszont Nobunál, hogyha véletlenül benyomod a lefelét, akkor kapsz egy segrepacsit a staminádra, ami nem túl jó dolog. Na mi a helyzet, haver? Go! Ahó! Come on! Most mi az Isten fasza van? Na most kifogtunk valakit, aki... nem tudom. Aki nem akar harcolni? Lehet. Fight. Hát most itt nem tudom, hogy mi a jó ég volt. Wow. Ahó. Nem tudom, mi baja van. Hát... sajnos néha belefutni ilyesmibe. Nem vágom. Nem tudom. Jó, hát ez kár, hogy ez volt az első meccs. Ja, sajnos van ilyen is. Jó, megvan a Heavy Perry. Jó. Good fight, nem tudom, hogy ment, hát én úgy láttam, hogy ott van a gárgya, lehet, hogy megpróbált perrizni.
Itt ez a top heavy most átment. Jó, hát egyelőre nem volt olyan vészes dolog. Szóval a Hit Dance Dance meg ezt a light feintet, ezt egy kicsit gyakorolni kéne. Most lehet, hogy megpróbálom a Hit Dance Dance-t egy kicsit jobban erőltetni, még ha ki is kapunk. De legalább... Szép. Jó, ott elcsesztem, mert neki csapódott a falnak, ott egy garantált heavy-m lett volna, és valószínűleg akkor meg is nyerjük. Nem baj, nem baj. Hát ezek olyan dolgok, amiket el kell hibázni 50-szer, és utána 51-1-ére meg tudod csinálni talán, már akkor így eszedbe fog jutni. Ez full benne van. Na, de végre valaki, aki legalább akar harcolni. Igen, Kenszernél ki kell védekezni. Egyébként Kenszernél lehetne használni majd a Hit Dance Dance-t. A top heavy-knél be lehetne bújni, mert ugye azt tudja fénytelni Pommel Strike-ba is, meg tudja soft fénytelni bármilyen más támadásba. Azt meg, hogyha jók a reflexeink, akkor ki lehet dodge-olni. De nem egyszerű, elkezdtem gyakorolni, de elég bonyolult dolog már még nekem, így kezdő nobusiként. Jó, megvan a light parry. Oké, garantált heavy-nk van. Aha. Jó, most kell vigyázni, hogy ne halljunk meg, de... Jó, good fight. Jó, hát ez viszonylag egyszerű volt, nem volt még annyira tapasztalt. Cancel, hát megyünk tovább. Na, ő is 57-es. 7-es Gladi. Jó, ez biztos pörgősebb harc lesz. Na nézzük. Jó, köszönünk. Passa. Jó. Aha. Meg lett volna garantált heavy. Jó. Meghal. Good fight. Jó. Igen, csomószor még a punishokat elrontom. De jó lesz ez, jó lesz a Nobushi. Kell még egy csomó idő, de nagyon fogom szeretni. Basszus. Szép. Basszus. Mentem volna hiddenbe, csak szerintem még recovery-ből voltam, recovery time-ba. Jó, ügyes volt. Good fight. Jó, ez jó harc lesz. Élvezem.
Igen, most is teljesen random állt be. Ott fejt, mehetünk. Nem baj, már megszoktam, hogy nem köszönnek. Jó. Most elvileg nyomtam lightot, de... Szép, szép mix-up. Szép. Good fight. Jó, itt a végén jól jöttek ki a dolgok, itt ő is hibázott, azért sikerült nyerni. De hát ez benne van a pakliba. Igen. Ugye csak úgy tudok nyerni, hogyha a másik hibázik. Hogyha tökéletesen csinál mindent, akkor... akkor nem nagyon fog nyerni. Jó, figyelni kell. Látom, szeret ütögetni. Azokat jól lenne kidodzsolgatni. Nem vérzel ki. Go, go, go. Nem gondolom, le akar lökni. Good fight. Hát nem, ilyenkor még nem szabad föladni egyébként, ha van életed, akkor harcolni kell, ameddig... ameddig megy a dolog. Na, meglátjuk. Ja, igen, ő volt a gladiátor. Most úgy tűnik megint vele dobott össze, mindegy, most egy konkut hozott, úgyhogy... azért más lesz a... más lesz a harc. A konku azért kemény. Fight. Kongunál nagyon nehezen tudom eldönteni, hogy lightot vagy heavyt ütnem, egyszerűen az animációból semmi nem derül ki számomra. Ügyes volt. Jó, beszorított. Ja, ki kell hidden stance-ezni a izéit. Na ez mi a szar volt, mert ezt... Ja, jó. Lagmester B. Hát igen, sajnos lagol, mint a szar. Good fight. Hát ilyen 70-es, 8-szoros létensz, ilyenek körül ugra. Igen. Leperiztem, heavynek tűnt, annyi csúszott, de közben light volt. Az animáció alapján, szóval fura volt. Ja, nem szeretem ezt, amikor ekkora létensz van, de... és ez meg is van. Good fight. Jó, hát itt most elég jól jöttek össze a dolgok, neki meg elég szarul, de nem baj az. 90-es latency, köszi. Hát sajnos. Egyébként elég sokan játszanak így. Ilyen nettel.
És ez is ugrál, mint a szar. Hát igen, egyébként ilyenkor olyan, mintha egy másik játék lenne. Nem is tudom, hogy mi történik, tehát... Na jó. Good fight, hát igen, ez... Ja. A good fight-ot azért írtam, mert próbált harcolni, de ilyen nettel, srácok, ez őrület. Na, kapunk egy Valkürt. Reméljük nem lagol, mert akkor kb. Végünk van. De nem, úgy tűnik, hogy jó. Akkor legalább, ha meghalunk, nem amiatt fogunk meghalni. Jó, sikerült időgyolni. Good fight. Jó. Mákunk volt, itt sikerült az elején jó nagy damage-et bevinni. Jó, szerintem nézegette, hogy mi a helyzet. Én azt gondolom, nem is tudom, talán 25-ös Valkür, szóval biztos, hogy nem így fog játszani. Jó, good fight. Hú! Ezek most gyorsan összejöttek, ezek a vinek. És elvileg nekem is tök átlagos latency-m van, szóval nem amiatt. Szeretem ezt az effektet, szerintem gusztustalan ez a maszk, de ez az effekt viszont kurva jól néz ki, az nagyon tetszik. Na jó, meglátjuk, hogy ilyen sima lesz-e a harmadik is. Aha. Jó, ez majdnem megvolt. Szép. Aha. Szép. Szép, szép, szép. Gyönyörű, lehet pedig good fight. Jó, az éljön föl. Baszakszik a hang a fülembe, és elég idegesítő, mert szar a monitornak a hangkimenete. És ezért így folyamatosan vagy elmegy, vagy van. Ez a legrosszabb. Hát ki fogom majd húzni, mindegy, most már kibírom. Jó, ez jó volt, ügyes volt most. Jó, oda kell figyelni nagyon. Lightokat meg kéne perizni. Szép. Jó. Victory. Good fight. Jó, ügyes volt, ügyes volt. Ez jó pörgős harc volt. Á, menjünk vele még egyet, hát ha jön, ha van kedve. Jó, végre egy ember, akinek normális nete van, egyébként akar is játszani. Végre, most nagyon örülök ennek, hogy összejött itt. De egyébként jól néz ki a Valkürje. Tetszik ez a cucc. Ahogy összeállította, jó, meg ez az ornament is jó, egyébként általában nem szeretem az ornamenteket, egy-két jó van csak a játékban szerintem. Ez nyilván csak egy egyéni vélemény.
Szép. Szép. És mindent. Szép. Áháhá, good fight, good fight. Szép volt, szép volt. Wow, get wrecked, wrecked. Szép, szép. Szépen kitáncolgatta. Ja, 23-as, nem 25-ös. Szépen kitáncolgatta a dolgot, pedig most lett volna esélyem nyerni. Na jó van, ügyesebben kell kicsit jobban odafigyelve. Hát lehet, hogy most kikapunk, nem baj. Ez jó harc nagyon. Good fight. Hú, ez elég intenz volt. Jó, 2-1. 2-1, még van esély. Ez egy jó izgimes lesz a végére. Ja, az előző is jó volt amúgy. Élveztem nagyon. Végre, bazdmeg, van net és úgy játszik. Hihetetlen. Good fight, 2-2, jó. Rohadtul kell vigyáznom, basszus, mert ügyes. De jó, ezek a jó harcok, ezeket nagyon szeretem. Amikor nem azért nehéz egy harc, mert lagol, mint az állat, hanem mert tényleg odafigyel, látszik, hogy szereti a karakterét, ismeri, úgyhogy fasza. Ez jó. Szép. Ezt egyébként dodzsoltam. Jó. Good fight, szép volt. Itt most elbasztam. Kurva jól megérezte a távolságot. Nagyon fasza volt minden, ügyes volt nagyon. Úgyhogy megérdemelte abszolút. Itt az utolsó kör az elég szarul jött ki nekem, de az, egyébként itt az volt a baj, hogy elnéztem a távolságot rohadtul. Tehát ő sokkal jobban használta a kettőnk közti távolságot, mint én, és igazából szerintem ez talán az egyik legfontosabb része, úgymond a harcnak itt a Honorban, meg egyébként a valóságban is. Jó. Ügyes, nagyon kell figyelnem, és az az igazság, hogy nem nagyon ismerem a Valkürt, mert nem... Egyébként szerintem nem annyira gyakori karakter, már hogy viszonylag... Én nem szoktam túl sok Valkürrel találkozni, legalábbis így 1v1-ben nem nagyon. Viszonylag ritka. Pedig egyébként elég gyors karakter, meg egész jó move-jai vannak, szóval... Na nyomjuk. Aha.
Getrek, good fight. Jó, ezt megint jól beszoptam egyébként. Hát igen, látszik, hogy tapasztalt, jó, kifigyeltem már, hogy mit hogy csinálok. Amit én elkövetek folyton hibát, az az, hogy folyton megpróbálom guardbreakelni azután, hogy kidodzsoltam valamit, de azt most megpróbálom perizni, mert utána mindig lightot üt. Az meg, megint. Bazd meg, annyira gyors a karakter, hogy hiába hiába csinálok bármit, még úgyis belém basz egy lightot utána. Jó, igen, ugye mondtam, hogy le fogom perizni utána a lightját, ha kidodzsoltam, de megint guardbreakért nyúltam persze. Fight. Jó, hát legalább egy mehetet sikerült most lehozni. Kurvára kell védekezni. És valahogy ezeket a lightokat le kéne perizni, mert iszonyat punisht oda lehetne ütni. De nagyon gyors és nagyon... nagyon rizikós. Na jó, próbálkozzunk. Reméljük, hogy nem egy másodperc alatt lesz vége. Megvan a light perry. Good fight, 2-2. Jó. Jó, ez jó harc. Azt hiszem ilyeneket lenne érdemes ebbe a sorozatba belepakolni. Hát hogyha összejönnének, csak ugye sajnos itt vannak ezek a lagos harcok. Azok, akik nem akarnak harcolni, úgyhogy... Szép. Szép. Good fight. Na jó van. Srácok, tényleg ez volt az utolsó, volt csak nagyon élveztem és gondoltam, ha már ilyen viszonylag intenz jó fightok, akkor ezt így érdemes berakni. Köszi a figyelmet, úgyhogy majd jövök. Hát szépen lassan fejlődünk azért a Nobuval. Idővel remélhetőleg egyre jobb lesz. Majd kiderül. Na, majd jelentkezem a következő pár duellel. Jó harcot nektek, jó gyakorlást, sziasztok, hello.